Sziasztok, pankocskáim, és itt egy Berenike, és ez egy unboxing videó. Nos, szerencsém volt beszerezni egy legújabb fajtájú LPS 7. generációst. Nagyon izgulok. Egy zsákó macskásat, és egy magyar weboldalról. Igen, már lehet magyar weboldalon is kapni. Beírjátok, hogy LPS 7. generációs Magyarország, akkor feldobja azokat a webáruházakat, ahol lehet kapni. Na jó, és én rendeltem egy darabot, és nagyon izgatott vagyok, szóval poncsuki! Ja, és már előre elmondom, hogy nem azért csinálom, hogy felvágjak, vagy ilyesmi, hogy rossz dolgokat keltsek bennetek. Csak szimplán szeretném tájékoztatni benneteket, és megosztani veletek az örömömet. Szóval senkiben sem szeretnék rossz érzelmeket kelteni. Na, de akkor kezdjük is. Amint kinyitjuk ezt a dobozt, amiben megérkezett. Ez a látvány fogad minket. Úristen! Itt van! Úristen! Annyi képet láttam már róla, meg videót, hogy ez most nagyon furcsa így látni, így élőben. Hú. Egyébként itt élénkebbek a színek. Laura sem ennyire narancsárga. Most úgy süt a nap, de itt van. Így néz ki. No, és itt van a szám, amit nekünk nézni kell. És ez a hatos nem más, mint a hernyó. Direkt azért rendeltem ezt, mert a hernyó. Hernyó. A legkedvencebbem, olyan szép a színe. Annyira szép zöld. Szóval bontsuk is ki. Ja, egyébként elfelejtettem megmutatni. Itt van a tetején, hogy milyen LPS-ek lehetnek benne, és én ezt a hernyót szeretném. Az tetszik a legjobban. Leírhatjátok a kommentbe, hogy nektek melyik tetszik a legjobban. Ja. És bancsuk is! Próbálom nagyon szépen, mert meg szeretném őrizni. Oké. Okay. Oh, még van itt fent egy kis ragasztó. Szóval, elvágtam. Nézzük. Itt van ez a kis kartonka. Itt van a kutyát. De jó ég, nagyon izgulok. Milyen jó kis itókája van. Sokkal jobb, mint amire számítottam, és én egy teljesen makulátlant kaptam. Várjatok, megnézem kamerán kívül is egy picit, hogy átvizsgáljam, és beszámoljak mindenről nektek. Szóval megnéztem, és én egy teljesen makulátlan darabot kaptam meg. Na, és most teszteljük le a legjobban hát LPS közösség által ilyen tévhiteket, vagy hogy mondjam, dolgokat. Szóval, állítólag ezeknek az LPS-eknek sokkal jobban benyomható a fejük, mint a régebbieknek. És az enyém picit be tudom nyomni, de nem annyira. Sokkal jobban arra számítottam, hogy ő sokkal jobban benyomható lesz a feje, de nem. Nagyon jó egyébként szerintem. És hogy sokkal jobban műanyagszagúak. Várjatok, ezt megnézem. Aha, igen. Sokkal jobban, vagy hát nem annyira, tehát nem fog zavarni téged, mert távolról nem lehet annyira érezni. De igen, jobban. De nem annyira nagyon. Szóval, de nézzük tovább, akkor még mi van benne.
Van nekünk egy gyűjtős paklink. Ez az axfogzőbe annyira cuki. Nos, és akkor jöjjön a kártya! Itt a kis cuki arányos kártyácska. Ő a 6-os számú. És nézzük meg, hogy milyen. Ez a csillag. Hol van? Ja, a csillag az azt jelenti, hogy sessziás, tehát pimaszocska. Akkor az a kör pedig egyes szintű, és kor. Tehát egy csíra, ahogy Adél mondaná, de valami kibontakozóban lévő még makocska. Az vagyok. Igen. No. És még, ha minden igaz, kell lennie benne egy coinnak. Igen. Itt van. Ez egy Robloxos kód. Én használok Robloxot, szóval be fogom írni. Csak annyi, hogy legelőször nem ezt a kódot kell beírni a Robloxba, hanem felmész a weboldalra, LPS-es weboldalra, a hivatalosra, és ott van ilyen, hogy redeem codes, azt a kód, ami rajta van, beírod, és megkapod a kódot, amit be kell írni a játékba. Egy picit bonyolult. De vagy coint, vagy valamilyen állatot, vagy pedig nem tudom, mit kapsz még érte. Szóval igen. Azért megmutatom nektek is. Ah, de mindig nem hiszem, hogy itt van. Szóval ez lenne a mostani videó. Remélem, hogy minél több információt sikerült eljutatnom hozzátok erről a cukis vágóról. Nem tudom, mikor lesznek kaphatóak a boltokban, de Adélnek a videóját nézzétek meg. Ő mindenre választad. És akkor is szeretnék majd jelentkezni, amikor lesz majd a boltokban is. Csak gondoltam, jövök egy ilyennel is, hogy a magyar weboldalról lehet már rendelni. És következőnek már megpróbálok egy új résszel jönni a suli királynőjéből, ami izgalmasabb rész lenne, ahol beindulnának az események. Szóval én búcsúzom. Sziasztok!